Sziasztok, én Zonda vagyok, és itt van velem Q! Sziasztok! És itt is lennék egy újabb Scrapmanic videóval, amiben a témánk a fogatverseny lesz. Jól hallottátok, versenyezni fogunk egy hatalmas nagy pályán, amit egyébként Q épített, úgyhogy át is adná neked a szó. Szerintem építeni a mapot az kb. Ilyen 10-12 óra lehetett, a fogattal sokkal többet szórakoztam. Igazából a map nagyjából arról szól, hogy van rajta három custom tile, amit én csináltam. Ez, ami nálunk, a starting tile. Szépen lematricáztam meg minden, meg még nyomok is vannak, mert úgy kentem itt a podrészerre, hogy kicsit megkormoltam a mapot. Aztán később majd lesz egy jó kis ugratós rész, meg egy kis kanyon, amin át kell menni. Mindjárt lepakolom ezzel a jó emberrel itt is lenne maga a fogat, amivel versenyezni fogunk. A Q fog a kékkel menni, nekem pedig van egy ilyen piros színű fogatom. Én ezzel fogok versenyezni. Semmi különbség nincsen közöttük a színen kívül, tehát ugyanaz a motor hajtja, vagyis ugyanazok a thrusterek, ugyanannyi van mindegyikből. A rendszer is pont ugyanaz, és az érdekes benne, mint láthatjátok, hogy fizikailag csak csapágyak kötik össze, vagy tartják össze a szerkezetet, és mégis egybe lehetett őket kötni kötözgetővel. Ó, egyszerűbb szerintem úgy megnézni, hogyha beülsz, bekapcsolod. Igen. Mármint úgy kapcsolod, igen aztán így. És látjátok, tartja. Na, hogy csináltad, Q? Mit szoktál ilyenkor mondani? Magic. Magic. Szerintem már egy éve nem építettem semmi ilyesmit, úgyhogy igen, jó volt visszamenni egy kicsit a építkezésbe. Mi lesz ebből esetleg? Egy újabb hacker elképesztő építményei? Tessék, itt van nektek kettő is. Hát ebből szerintem majd hacker elképesztő fogatjai lesz, vagy podrészerei, mert azt fogjuk csinálni, hogy lesz három különböző map, ez a első, ezért szerintem menni fogunk kétszer, mert ezek a kezdő fogatok. Képzeljétek el, mintha MotoGP lenne, de ezek a kis gyerekkategória, kis 125 köpcent is. Igen, az a durva, hogy akkor ezeket így megláttam, és azt mondta, hogy ezek a kezdők, értitek? Nem a haladó, profi, akármi. És amúgy az volt az eredeti terv, ezt így elmondom, hogy én is építek egy fogatot, és ő is, és akkor majd így összevetjük, hogy ki a jobb, de amikor én ezeket megláttam, rögtön feladtam, mondom, tudod mit? Én csak átfestem a tiédet, és teljesen boldog leszek vele. Így legalább fair lesz. Így de legalább, igen. Ez lesz a kezdő fogat, a kezdő podrészerünk, aztán ezen kívül még majd lesz három kategória. Haladó, ahogy Zonda mondta, lesz egy pro, meg lesz egy, nem is tudom, talán mester, vagy hívjuk csak 1000 köbcentisnek, lesz mondjuk ez a 125-ös podrészer, a következő az lesz egy 250-es, aztán átmegyünk a 500-ra és a 1000-esre. Úgyhogy a srácok, mint hallottátok, ebből egy egész sorozat is lehetne akár ebből a podrészingből. Hogyha tetszik nekik, akkor lesz is sorozat belőle. Igen, úgyhogy ha tetszik nektek, akkor nézzétek és folytassátok velünk együtt ezt a kalandot. Azt fogom csinálni, hogy a összes podrészert feltöltöm workshopra, úgyhogy ti is nyomhatjátok majd 1000-re. A 500-asnak meg a 1000-esnek megépítünk még újabb mapokat. Szerintem majd a 1000-esnek úgy kéne csinálni, hogy azért legyen egy-két hosszú egyenes is, hogy jól meg lehessen őket hajtani. Steam Workshopon megtaláljátok őket, link a leírásban. De annyit kell erről tudni, hogy le lehet őket egyszer helyezni, viszont hogyha másodjára folytaszitek őket liftre, akkor szétesik. Ez a glitchelés miatt van, úgyhogy érdemes ezt egyszer lehelyezni, aztán hogyha használtátok, akkor rögtön eldobni. Ez azért van, mert beépítettem egy mechanikát a podrészerbe, hogyha bekapcsolod és megy a engine meg minden, akkor valahogy szimulálni azt, hogyha elémész, azt mondjuk bekapna valamit a engine, amit nem kéne, akkor tönkre megy. Ja, igen, ezért itt vannak ezek a szenzorok. Két szenzor. De mivel ez még csak a kezdő kategória, ezért ez nagyon, hogy mondjam neked... Nem fog annyira könnyen széttörni, tönkre igen, menni, akármi. Ezzel lehet hibázni. Úgyhogy ha neki mész a falnak egy kicsit durvábban, akkor tönkre fog menni, de hogyha itt-ott leér a eleje, akkor még nem lesz semmi baj. De viszont, hogyha full gázzal sikerül eltalálnod valamit, akkor nagyon vicces lesz. Hát akkor lehet, hogy össze-vissza fog csuklani, és a hajtóműhöz bele fog állni a számba, ki tudja, hogy itt mikre fogunk számítani. Igen. És itt van egyébként ez a lila lámpafény két oldalon, ami egyébként egy Star Wars referencia akar lenni Anakinnak a fogatjára. 3, 2, 1, rajt! Na, egy kicsit lelassítok, mert itt éreztem, hogy volt egy kis delay az internet szempontjából. Nem baj ez. Hűha. Én ezt inkább megkerülném. Én ezt az alagutat. Jó van, te már biztos begyakoroltad itt párszor. Oké.
Na és itt van az a rész, amit én úgy hívok, hogy a Tatooine-os rész, mert eléggé hasonlít rá ez a rész. Hűha! Nem, egy kicsit előrébb. Néha ki kéne kapcsolnod amúgy. Ja. Vagy ebből baj lesz. Jó. Hoppá, jó, ide nézd, mit csináltam. Ó, látom, oké, most kell belehúzni, srácok, most kell belehúzni. Kú, lemaradt. Most olyan előre tehetünk szert, mint még soha. És valószínűleg... Lebegjél már, lebegjél. Oké. Nem akart fölemelkedni, hogyha most én is újra rakom. És erre most Kú meg is előzött, de nem baj. Azt mondta, hogy ilyenkor használhatunk boostert. Kicsit nyomd a hármast, ezt emelkedik az. Az igaz. Vagy a hármas meg a vagy kettest hármast egyszerre, az így. Még jobban emelkedik. Igen, így már emelkedik. Na, itt viszont ajánlom, hogy egy kicsit ugras ki a lyukból. Ugratni? Miről beszélsz, én a levegőben vagyok. Nem baj, az amíg követed a mapot, addig igazából repülhetsz is. Annyira azért nem repül ez, mint egy repülő, de érted. Igen. Konyarna, hogy neki menjünk a sziklának. Ó, igen, itt az erdős rész, ez már nehezebb lesz, itt mindenféle sziklát kell kerülgetni, hogy Kú mondta. Fuhad, olyan szépen át lehetne ölelni itt egy csomó fát amúgy. Tudom, szerinted én mit csináltam, majdnem lefejeltem egyet. A négyest azt valamit folyton bekapcsolom véletlenül, de rögtön ki is nyomom, mert nekem a hármas kell, nem a... Oké. Fú, azt hittem meg fog halni, de nem. Oké. Egyenesen tovább. Ó, itt okay. Ne felejtsd el majd emelni, mert... Igen, látom, emelkedj! Nice. Így. Ó, kicsit emelek. Oké. Nagy egymásba menjünk. Átöleljük egymás járművét. Fogatját. Hú, ez nagyon jó, csak nagyon kell koncentrálni, nem tudok beszélni sem. Egy kis boost. Ó, ki fog rakni? Ebből baj lesz. Nem baj, nem érdekel. Most belehúzunk. Oké, négyes, kikapcsoljuk. Hármas. Há. Oké, első kör. Na, sikerült. Na most azt akarom... Túllétük. Azt akarom, hogy átmegyek ott a lyukon. A lyukon át akarok menni. Jó, átmentem. A fán viszont már nem tudtam átmenni. Ó, hello there, uram. Ifjú Anakin, utol foglak érni. De várja, nem, én vagyok Anakin, tudod miért? Mert az enyém piros. Hé, ez nem ér, neki rögtél a földnek. Baj lesz. Oké, én most itt hagylak. Az enyém a piros, én vagyok Anakin, te Jedi vagy, mert kék színű. Na jó, lehet, hogy egy kicsit vissza kéne vennem. Ó, látom a árnyékodat. Ebből baj lesz. Nem lett baj. Te eddig hányszor estél el amúgy? Egyszer. Én is. Oké, akkor kvittek vagyunk. De rögtön egymás után estünk el, amúgy mind a kettőn. Igen. Ajjajjajjajjajjajjajj. Ez az, lekarcolta a padlót. Még utol foglak érni. Hogy jók ezek a sima terepek is, így tényleg van esély arra, hogy itt megint egymásba fogunk menni, úgy érzem. Én direkt megemeltem. Én meg direkt nem. Ami igazából egy szörnyű döntés volt, de... Ó, várj! Figyeld! Pont átértem. Figyelj, ennél zondásabban nem lehet célbe érni. Várj, hadd érjek már célba, mert még nem értem be. Jó, tényleg, neked még megy. Várj, na most, oké, sikerült. Na. Nice. Végre, jobb késő, mint soha. Akkor most te számolj vissza, és a rajtnál indulunk. Oké. Na. 3, 2, 1, rajt. Azt bírnám, hogyha egyszer egybe akadnánk. Én most direkt emeltem, mert nem akarlak elütni. Bízom benne, hogy átférek, igen. Igen, nem vagyok annyira dagik azért. Ki van számolva? Pedig amúgy nem méreteztem a lyukat a podrészerekre. Igen, amúgy itt egy csomó mindent Kú csinált, tehát nem elég az, hogy oké, ő volt az, aki megmondta, hogy itt legyen egy árok, de hogy konkrétan, hogy a sziklák hogy álljanak, meg azt is ő határozta meg, úgyhogy igen. Menő. Meg hát nagyon sok időt belefektetett ebbe. Pláne a podrészerbe fektettél bele kétszer annyi időt, mint kellett volna. Azt elmeséled? Igen. Hát, mikor először építettem a podrészert, egy jó ideje nem játszottam már a játékkal, úgyhogy a izommemória az bennem maradt. Azt amint kész lettem,
Olyan irdatlanul rányomtam a törlésre a mentés helyett, hogy ez nem létezik, mert valamelyik update-be a devek megcserélték. Igen, úgyhogy majdnem podrészörnt lett az egészből. Igen, az a egy szerencsém volt, hogy eszembe jutott, hogy ahelyett, hogy építményt építhetnék, inkább megyek izéni ezeket a tájölőket építgetni. Azt bennem tartotta. Ó, azaz, toljál meg még egy kicsit. Ó, várj, el is felejtettem, hogy van boost. Igen, van boost, tessék. De neked nincs. Jobb podrész erre ilyet nem szabad majd csinálni, mert akkor lehet összetörik a engine. Az nem baj, akkor mindig újra kezdjük a versenyt, hogyha, és tudom, mind a ketten fölrobbannánk állandóan, az lenne a legjobb. Au! Mi van, szétestél? Nem, de lefejeltem a izét, én sziklát. Én most nagyon ferdelettem a fenébe. Ó, baj van. Le fog érni az eleje. Nem. Hú, mákom volt. Nekem ért le az eleje. Leért. Mármint úgy, hogy összetörik, leír. Emelkedj! Miért nem emelkedsz? Oké, most. Azta! Fú, de gyorsan megyek, úristen! Igen, a boost az nagyon megdob. Megyünk még, oké. Na baj, ez még úgyis az első lap, most kikapcsolom. Na, ezt kellett volna csinálnom az előző körben is, csak valamiért nem ment. És tetszik, hogy úgy lett kialakítva a design is, mintha tényleg ilyen scrap alkatrészekből lenne az egész megépítve. Scrap manikosan, hát, szó szerint. Igen. Sem azon, ez hogy ilyen kis kezdő scrap. Igen, direkt úgy van megcsinálva, hogy ne tudjon hipermodernnek, mert én lehet, hogy olyat építettem volna amúgy. Mert az könnyebb megépíteni. Na, négyes. Oké. Okay. Ja, amúgy néha azért áll meg görbén, mert autostabilizálni csak közel a földhöz csinál. Ne, ugyanaz lesz a az ending, mint az előzőben. Nem, most nem, át sikerült mennem. Bár úgy, hogy áttöleltelek, de nem baj. Hú, valahogy leizzadt a tenyerem. Szerintem ezt még hívhatjuk egy tájnak is. Hát fölőlem lehetsz a győztes, hogyha te akarsz lenni. Nekem mindegy. Figyelj, ha átadod, elfogadom. Én megegyeztem nekem volna mindegy. Egy döntetlenbe. Okay, Szerintem lehet, hogy utól tudtál volna érni, hogyha nem akadunk össze. Hát jó, de én látod, hogy hátulról én öleltelek át téged. Bár nem tudom, hogy sikerült, mert nem így akartam, azt elhiheted, de ez lett az eredménye. Na baj, összetartunk, ez a lényeg. Na hát akkor köszönjük szépen ezt a remek pályát és ezeket a fantasztikus fogatokat. Elég menők lettek. Nézzük, remélem nektek is tetszett. Nincs mit. Reméljük, majd jöhetünk vissza több pályával, több fogattal. Igen, és még menőbb pályával, és még menőbb fogadtal, bár nem nagyon tudom elképzelni, hogy ennél menőbb hogy lehet, de majd meglátjuk. Figyelj, nagyon tetszik a nézőknek, akár még nézők által épített versenypályák is lehetnek. Ja, igen. Ha gondoljátok, akkor kipróbáljuk azokat is. Feltéve nem egy flatland az egész, csak simán. Hát akkor, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Nézőknek te pedig köszönjük szépen a figyelmet, amennyiben tetszett, amit láttatok, akkor nyomjatok a videóra egy lájkot, iratkozzatok fel, és akkor majd találkozunk a következő részben. Addig is, sziasztok! Sziasztok!